Arany János, Mátyás anyja. Szilágyi Örzsébet levelét megírta. Szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, nem osztulj Prága városából. Kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból. Arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én a te hazat érted. Nem osztulj, ne indulj én egyetlen árvám. Ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány? Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak tulajdon kezébe. Senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom rá pecsétet. Könyöklön várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába. 100 arany, meg a ló teste fáradtsága. Viszem én, 7 lap elegendő. Szerelmes szívemnek 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát 3 nap. Szerelmes szívemnek 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? És ahol jön, egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül, ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapál levelét az anyai kézből. Hamar, a madarat, el kell venni tőle! Szalad a sokaság, nyomban, hogy lelője. Madarat, nem egyet, 100-at is meglőnek. Híre sincs, nyoma sincs a levélvívőnek. Napestig az erdőn üzeti, hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába. Kikopog. Mi kopog? Egy fekete holló. Nála még a levél, vagy ahhoz hasonló. Piros a pecsétje, finom a hajtása. Ó áldott a keze írása.